Please Tell Me, ezt láthattuk ugye az előbb, az a Silver Shine-től Krista Kett és Ati Edge. Szerbusztok, sziasztok! Szia. Hello! Ugye nem régen jött ki ez a klippetek, konkrétan 4 nappal ezelőtt. Hát, na, igen. Miről szól a klip? Vasárnap este. Miről szól a klip? Hát a klip egy ilyen társadalom kritika jellegű dolog, amit a Deadlands Pictures készített nekünk. Hát a klipben végül is a jó és rossz harca látható, amit úgy elevenítettek meg, hogy egy sakktáblánál ül a jó és a gonosz, és a klip végén a rossz nem bírja elviselni, hogy vesztésre áll, és ezért így felborítja a sakktáblát röviden. Ki volt a kitalálója ennek? Deadlands Pictures. És a dalról beszéljünk egy kicsit. Mikor írtátok, hogyan történt ez ennek a dalnak a megírása? Krista. Hát én jobban szeretném, hogy Ati válaszolna rá, mert ő írta magát a szöveget, és ő erről jobban ki tudja fejteni a véleményét. Hát még valamikor tavaly augusztus környékén rögzítettük az új lemezt. Én írtam a lemez nagy részét, mármint szövegeket, és a zenéket is Krista besegített néhol. A Please Tell Me az végülis ilyen társadalom kritika. Ami a klip megjelenít, ilyen jó és rossz harcáról szól. De miért pont ezt a témát vetted föl? Tehát így eleged volt a világból, leültél, és aztán így igen, vannak ilyen pillanatok. Aha. Hát arról szól az egész szöveg, hogy szeretném azt hallani, hogy körülöttem minden rendben van, pedig ez nincs így. És ez nagyon fontos, hogy az egész világban sajnos vannak olyan dolgok, mint a tisztelet hiánya. Bizony, ja, a videóklipben lehet látni a respect feliratot, hogy tisztelet, és ez egy nagy probléma, hogy nincsen meg nagyon sok emberben a tisztelet a másik iránt, és itt lehet látni a videóklipben is. Krista, a kemény 4 nap alatt eddig milyen visszajelzéseket kaptatok? Jó visszajelzéseket, szóval az emberek úgy gondolják, hogy jó irányba változott a zenénk, és fejlődtünk az egésszel. Mert ugye, tehát visszatértünk a zenénk gyökeréhez, mert hogy mi punkrockkal kezdtünk, és ez megint ugyanaz, amivel kezdtünk, tehát közben volt egy kis váltás. Minek volt ez köszönhető, ez a kisebb váltás? Hát, hogy ez mindig is... Hát, hogy idővel egyre jobban ki tudjuk fejezni magunkat, mind zeneileg, mind a szövegek területén. És úgy érzem, hogy most jobban sikerült azt megvalósítani, és jobban tudjuk, hogy kell azt megvalósítani, ami bennünk él. Akkor tulajdonképpen lehet azt mondani a rajongóknak, hogy megint visszatértek ehhez a punk rockos stílushoz? Hát inkább úgy mondanám, hogy kiteljesedik az új lemezen. Szóval ilyen rock, punk rock, talán még hardcore beütés is van néhány számba. Igen, rockabilly, psychobilly, nagyon kis beütés, nagy bőgő csattog végig az A-ból, zakatol a számok alatt, gitár, torzított gitár, hát és a dobos az ilyen klasszikus rock dobok vannak, és hát az ének az fele-fele arányban a lemezen, Krista énekli a lemez felét, és én pedig a másik felét. Igen, ez az, amit az emberek szeretnek nagyon, hogy nő és férfének változik, igen. Nem túl sok ilyen jellegű zenekar van. Na, akkor most is beszéljetek fele-felében, Krista. Ugye annyit beszéltünk már erről a lemezről, mesélj egy kicsit, ugye márciusban fog majd kijönni. Igen, március 11-én jelent meg az új lemez, akkora tervezünk egy lemezbemutató koncertet itt Budapesten, a belvárosban valahol. És szeretnénk rögzíteni ezt az egész koncertet, és kiadni DVD-n. Ó, hát ez egy nagyon ajándék a rajongóitoknak. Igen, mondom, hogy örülni fognak. Milyen dalok lesznek a lemezen? 11 nóta lesz rajta, amint, ahogy Krista említette, a német Wolverine Records fogja kiadni. Márciusban vinyl formátumban és CD formátumban, persze letöltősben. Az utóbbi időben az elkerülhetetlen. 11 nóta, hát vannak lazább témák és olyanok is, mint a Please Tell Me. Magyar nyelvű lemez esetleg még benne van a pakliban?
Van egy magyar nyelvű lemezünk, de annak nem, tehát mivel ugye a rajongóink nagy része külföldön van, ezért nincs is értelme még egy magyar nyelvű lemezt csinálni. Maximum egy-két magyar nyelvű számot fogunk csinálni a jövőben. Magyarországon ez nem is meghonosítható, vagy annyira nem jön be a rajongóknak tulajdonképpen ez a stílus, vagy csak ti? Vagy hogyan látjátok ezt? Nekünk nehéz azt megoldani igazából, hogy elkészíteni a számokat angolul is, meg magyarul is, mert volt rá próbálkozás. A magyar nyelvű lemez, ami megjelent 3 évvel ezelőtt, azt hiszem a Grund Records gondozásán, vagy 2 éve, az végülis az angol nyelvű számoknak a magyar nyelvű átirata volt, és ez nagyon-nagyon nehéz mindkét nyelven hozni egy olyan minimumot, ami megfelelő. Hát azon gondolkozunk, hogy ezen a következő lemezen nem lesz magyar nyelvű szám, de viszont a jövőben lehet, hogy előfordul majd egy-kettő, de biztos, hogy nem olyan formában, hogy ideig megírt számoknak a magyar verziója. Ám bárki tudja. Ki tudja, mit hoz a sor. Hol találkozhatnak veletek legközelebb a rajongóitok? Milyen koncert lesz esetleg az elkövetkezendő időben? Március 11-én Budapesten. A koncert, majd a lemezben. Igen, a lemezben mutató. Lemezben mutató. Előtte még lesz koncert Gödöllőn, meg Tatabányán játszunk Alvin és a Mókusokkal. Uh-huh. Áprilisban készülünk egy amerikai turnéra, májusban egy Európa turné. Uh-huh. Vannak tervek. Na, új hát klip jó. Február végén, amit uh-huh. el is felejtettem, hogy ugyanúgy az új lemez egyik dalához fogunk készíteni egy klipet, ugyanúgy a Deadlands Productions. Ja, Deadlands Pictures. Bocsánat. Na, hát akkor most beindult rendesen a motor. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Sok sikert. Köszönjük szépen. Köszönjük.